Na sziasztok, nézzük meg a kis orosz franciánkat, hogy boldogul itt a német ligába. Ugye van három barátságos mérkőzés, a Las Palmas, a Stoke City és a Stuttgart ellen, majd kezdetét is veszi a Pauli elleni a liga. Itt van második hónap is, hogy van néhány liga meccsünk, illetve már kezdődik a kupa is a Sandhausen ellen. Hát akkor nézzük meg, hogy is mint boldogul erre felé Paget. Ugye egyenre csereként. Hát 2-0-ra vezet a Las Palmas, úgy járunk be. A 62. percben. Kicsit több időt is kaphattunk volna mondjuk. De mindegy. Szögletre vezet a Las Palmas. Kicsit befelé a labda. Egészen jó az elfejes. Egy lövés fölé megy, hú, a picit nehézges irányítani ezzel a kontrollerre. Most másik kontrollert használok, mert valamiért a bluetooth-os nem akar működni. Vagy hát ugye a saját izés. Murkin. Ott az nem kellene nagy cselek. Azt a becsúszás pont el tudjuk kerülni, de a beadást is sikerült elkerülni. Baron. Robert szélen. Jop, egy labda szerzés, meg egy labda vesztés. És még egy labda szerzés van, mert Seguin és rossz a passz. Kwame. Egyel tovább, olyan. Elakad a védelemben, ki tudjuk hozni. Kuzuki. Kettő és pont nem tudjuk lepasszolni. Kwame. Kwame. Gino lő. Hát nem volt ez egy túlságosan magabiztos védés a kapustól. Csináltam a helyre, és egy jó labda szerzés Wannertől, ott lehet is szaporáztatni a lépteket a szélen. Ez mindig bedől ennek. Igen, mondani akartam, hogy Roberts, meg Coco, egy kicsit sokkal gyorsabbnak tűnnek. Népló tovább. Csináltam a helyre. Egy távoli lövés és egy szépre tartó labda védése. Azért mit ne mondjak, nem csodálkozok, hogy nem jutottak vissza az első osztályba. Szerintem már izének jobban mozognak a játékosai. Az angol csapatunknak. Jajjajjaj, pont megvan. Még egyelőre Pagett is keresi a helyét. Csináltam Vajra tovább. Kwame. Elszállja magát lövésre. Nézzük, mi lesz belőle. Gól. Pont nélküli gól. Szélen a kis húzika. Ugye tudjuk, hogy ennél több nem is kell. A kis húzika is jó húzika. Egy életerős löketet úgy igazán megereszhetnénk már. Tehát, hogy ugye erről a kapitáltan a lövésünk nem volt. Most is mi lettünk volna szabálytalanok. Mert nem értem, hogy a támadótársnak miért az útba kell beállnia. Nem tudjuk, sem tudjuk kiszedni. És azt hittem már megint, hogy lennénk szabálytalanok, bazdmeg, hát. És
Tehát egyelőre így ezzel Leszpromot szemlélni meccs után úgy érzem, hogy ez a Schalke hiba volt. Nyitó. Meg középre. Ez egy jó védése Kennettől. Hogy van hasonló. Nincs a Weyra. Ez a Las Palmas azért nem egy annyira izét durva spanyol csapat. Ilyet kelljen ezt szenvedni. Egy távőlövés, ez levágolt, itt Weyra tudja venni. Épp, hogy mellé lőtt. Vagy tényleg ennyire rossz ez a Schalke, hogy a C csapat játszik. Nem tudom eltalálni, hogy most melyik. Úgy várnak minket 4-0-ra, paszka, hogy esélyünk se volt. Nem az, hogy gólt szerezni. Hát egy lövésünk volt, az is talált el a kaput. Azért nem a izé ellen játszunk, a Real vagy a Barca ellen. Csak a Las Palmas. Ezt agyonvernek. És nincs meg az ötödik. Egyelőre azt még védi a kapus. Még a másik négyet is védeni kellett volna. Weyra. Kokko. Egy lövés. Ezt blokkoljuk. Cardona be tudja magát játszani. És itt a vége, agyon lettünk verve. Nézzük, most egy kicsit több ütőt kapunk. 1-0-ra vezet az izét, Stoke City. Ugyanúgy rám csukott váltjuk. Nagyjából, ahogy nézem, Schatzper ugyanaz a felállás. Viszont most már highlightra megyünk rá. Na nézzük. Mi lesz az 57. 58. perc, Stoke vezet 1-0-ra. Egy felíverés a Schalke előtt. Rukavina kapja a labdát. Kapná a labdát. Edwards teszi le. Vitkál. Hopp, simán elizé. Elszakisztak. Svens is el tudja vinni mindenki mellett. És végül ott a labdaszerzés. Gomez előre. Kuzuki. És úgy veszíti el, mint hogy nem is lett volna az övé soha. Újabb évelés a Schalke-nél. Újra Rukavina kaphatná. Mondjuk, hogy az ott a sikerű, és nem megy át a passzunk. Stoke City jöhet 70. perc. Laurent kapja a labdát. Wesley. Vitkál, nem tudjuk megszerezni. Johnson. Még egyet előre. Vitkál. Johnson lő, az lepattan. Stoke City előtt a következő lehetőség, 74. perc. Jocik. Jó, faszom tudja. Mondjuk a C az olyan csésnek kellett volna elméletileg ejteni egy Johnson lövés közben. A kapusunk az mindenféleképpen rosszabb, mint Dawson. Mondjuk elméletileg ratingileg jobb.
játszott mindenféleképpen rosszabb, és érzésre egyébként a szélsőnk is például lassabb, de legalább van egy lövésünk. Igaz, hogy a kapusnak nem nagyon kellett előtte imát mondani, hogy kivédje, de volt egy lövésünk. Persson hozhatja a Stoke City kontráját. Wesley. Laurent. Akkor ez Jojic. Lehet. El is szállja magát a lövésre. És itt a mérkőzés vége, ezt is elveszítettük, hogy szóval a Stoke City-vel szemben 1-0-ra. Hát továbbiakban is fenntartom az izét, hogy a Schalke rossz ötlet volt. Jó, Stuttgart. Nagyjából ugyanannyi időt kapunk, azúttal Kuzukit váltjuk 0-0-as állásnál. Úgyhogy Jeremcsuk lesz akkor ezek szerint a középtámor, hogy most inkább a szélre vetnek be minket. Ha mondjuk statisztikailag a passzunk jobb, mint a lövésünk, tehát mondjuk érthető. Stuttgart jöhet. Greimel próbálja megállítani Reát. Rá viszont visszapasszolja inkább, jönnek a társak segíteni. A védelmünk nem túl gyors. Ez azért problémát jelenthet. Szöglet. 67. sőt igazából 68. perc gyakorlatilag. Jön is befelje a szöglet. Hogy miért a játékosunk visszafelé táncolt, azt nem tudom. Lehet, hogy egy másik játékos robbant volna be. Mindegy. Miért a Stuttgart 73. perc? Milot. Erről ennyit. Erről a Kantőről. Akkor mondom, hogy nem sikerült. Egy jó felével és Pagethez átveszi. Ennyi. Pagett az Pagett. Megint Pagett kapja a labdát. Gyerül jó a labdatartás. Most ugraszta ki a társat. Áj, bazd meg, hát... És nincs meg a gólpassz, már Jeremcsuk, az meg belelövi a védőbe. Mindegy. Mindegy. A Stuttgart Pereira irányába íveli fel a labdát. Gomez van ott, hogy ezt megakadályozza. Természetesen nem sikerül, ez a Schalke védelme semmit nem tud megnyerni. De legalább a meccset valahogy megnyertük. Jó. Pauli elleni meccs nap, ugyanúgy 57. perc várunk be, ezúttal Roberts helyett, tehát a másik szélre. Ez már pontokért megy. Ez már nem felkészülési mérkőzés. Itt már keményen bajnoki pontokat tét. Úgyhogy valószínűleg keményen kiszopjuk a hegyi falloszt. Szabadrugás. Schalke előtt a lehetőség. Piciben Gomez. Miért működik a izé? Az indikátor. A Pauli jöhet, szöglette. Milyen jól kikapcsoltam az indikátort egyébként. Jó, hát az nem akar kikapcsolva maradni. Smith. Szed. Egyen lehet, Ware. Van a labda. Viszont ugyanúgy a Pauli jöhet kontrába, 69. perc. Szed. Most teszi föl. És jöhet is vissza.
Ejtver. Szed. Ejtver. Rubicka. És kanyarodik át a labda hosszúra. Szaliszka. Egy lövés, és megvan a kapusnak. Úgyhogy a Pauli élt újra a 71. percben is. Hát igen, ez nem nagyon néz ki úgy, hogy itt labdába ruthat a Schalke. Ez egyetlen, amire jelenre mehetünk, az egy pont. Amit nem tudunk mi megszerezni, hogyha nem tudjuk megszerezni a labdát. Jöhet a Schalke. Schalke felével és Kuzuki irányába megy a labda. Kuzuki leveszi. Mindegy, Jaramchuk. Paget, jó a fordulás. Itt. Tartottuk még. Jól a felpasszunk is. Ott egy kis puszi-puszi. Ott is pont nem tudjuk átvinni. És egyébként pont megszereztük volna a labdát, mert belevezették Paketbe. Mindegy. Fosgól nélkül döntetlen. Következett az újabb matchnap. Szóval itt látjátok, bekerültünk a kezdőbe, de hát ez se a teljesítménynek nem mondható, hanem a izének. A edzéseknek. Legalább látjuk a kezdőt. Ugye Roberts 66-os, Kuzuki 69-es, Cruz 64-es, ő a játék által kreált játékos, Szugin 71-es, Müller 65-ös, Murkin 69, Graham 70, Gomez 68, de ő is létrehozott játékos, Peterson 76 is, Heckener 68. És ugye mi pedig 78-asak vagyunk, és mi váltottuk akkor így Jaramchukot. Csak a Sandhausen ellen fogunk játszani, ellenük játszunk majd ugye a kupát is. Cruz. Ah, sikerül átlépni legalább a fél pályát, ez már jó hír. Ez már kevésbé. Hoppa, magát előtt a lehetőség, Monsalve. Van előtte. Illetve hátulról jönnek nagy ütemmel a védők. És Cruznak ott letesszük ott az assziszt. Meg itt látom, hogy bejelöltem a Miami-t. A következő célpontnak. Oda asszisztokat kell osztanunk egészen keményen. Az aláíráshoz. Schalke előtt a felívelés, a Paget kapja a labdát. Az se lett volna egy rossz elképzelés, csak hát... Weik nem igazán... Ő volt kompatibilis az elképzelése. Ez a Sandhausen. Evina. Egy távoli lövés. Csemege. Roberts kapja a labdát. Hát méghozzá a felállás szerint ugye Bagettől, de hát... És adunk még egy gólpaszt. Most az asszisztokra fogunk nagyon rámenni itt a Schalkéné. Nem a gólokra, az asszisztokra. Ha már asszisztokat kell osztani. Annyit szenvedett itt a szélen, hogy elvettük a labdát, a Roberts mehet vele. Jön Cruz, kapja is. A Schalke akadémiáján nevelkedett. Viszont azért Paget is beköszön. Mutassa, hogy azért nem csak asszisztokat tud adni, hanem kezdődött csókolom.
itten vagyunk úgy egyébként lövésbe is, tehát hogy nehogy azt higgyék, hogy csak az asszisztok mennek. Az meg, hogy ezt hogy nem tudtad belőle, na mindegy. Ez így is 3-0, és mind a három gólba benne volt. A kettő jól láttam, 10-es az értékelésünk. Újra a Sandhausen, olyan rég találkoztunk már velük, tehát tényleg. Csak ezúttal kupa mérkőzésben, a szituáció pedig nem változott, mert ugye felállás, az egy az egybe ugyanaz. Na nézzük, Valentin's Arena, Schalke, Sandhausen. Kupa mérkőzés, az előző meccset végül is megnyertük 3-0-ra. És akkor csak izét játszottunk összefoglalót. Ugye Baguette adott két gólt, azt megbetalált egyszer. Kuzuki közben egy szélről egy ilyen meglepetés lövést csinál is. Jól lehetett labda, kettő is tovább tudja tenni. És ez utazott. Aztán utána elbassza a paszt. Evina, távolról! Jó, nem olyan távol. De mérett a kapusunk. Fejes, egy kis lipperpent, közben a játék nem tudja megint jobban, hogy ki ez akarok. Passzolni, Baguette! Pedig nincs pont. Jobban mozognak a játékosok. És simán elengedjük. Tehát, hogy gyakorlatilag saját térfelükről végigengedtük. Az jó. Az is jó. Akkor fejezd be, Kuzuki. Königsmann véd. Akkor levált csak Cruzról. Hárman át a labd mellett. És nem engedte, hogy levált csak Cruzról, hogy másra odafussak. Utána belelép Müller Cruz passzába. Tehát a saját társának a passzába. Most meg a semmit fogja legomezni. Tehát összerúg Evinával. De miért? Ennyi erővel ennyire is lehetett volna szabálytalan. És jó Baguette az a labda, és be is tudja tenni. Jó van, legalább elindultunk fölfelé. És tényleg a Schalke rendelkezik a legrosszabb játékosokkal? Eddig volt egy golos a különbség. Azonnal. És Kuzuki nagyon sokat húzik át. Pedig nem volt rossz passz, és ezt is védi a kapus. Ezt már nem. Ez a baj, nem tudok semmilyen szinten beleszólni a csapatban, hogy javaslatokat tenni cserére, mint hogy lecserélni teljesen játékosokat, vagy a felállást módosítani. De az így jó váltás volt, mondom, hogy Arancsukkal kéne egy csatárduó, hát... Tehát amint lőttem egyet, szerintem ez a Schalke. Mondom, a játék ragaszkodik, tehát hogy ki a játék elején két gólos különbséget gyorsan felállította, és innentől kezdve bármit csináltok, az egy két gólos különbség lesz a Sandhausen javára. Úgyhogy ki is kaptunk, ideig tartott a német kupa. Csak jelenne meg valami rendes alternatívára a kurva focizásra. Persze, most már Müller a kapus. Meg Kissier, Matrikán, igen, tehát persze, most már kiestünk a kupából, most már elkezdenek a jobb játékosok játszani. Anyám. Mikor fognak ajt tenni a játékba? Csak úgy kérdezem. Schalke előtt a lehetőség, Kuzuki kapja a labdát, be is tudja tenni Baguette-nek. Baguette lefordul és belsőbe. Megvan a vezetés.
szabadrugás, Roberts teheti a labdát be középre, mi vagy ezt innen ugye kapura nem tesszük, hanem egyébként se tesszük be felé a labdát. Majdnem fura fölhúztam a lövőerőt, és az meg is ennyi? Ennyi, tehát ennyi az ereje Robertsnek beadásnál? Tíveli, hát kis széfejére. Kis széfejeri fölé. Jött a Paderborn. És a szélről. Oppermeyer. És jó alapszerzés a szélem. Újra jöhetnek a hazaiak. Conte kap egy labdát. Senki nincs rajta. A múltkor videónál már kifejtettem, hogyha ilyen lehetőséget kap a gép, az bármilyen osztályban, bármilyen játékossal azonnal belövi. Azt nem lehet levédekezni, nem lehet kivédeni. De még 3%-os esély van rá, hogy ne találja el a kaput. Egyébként pedig biztos a gól. Nézzétek meg azt a Robertset, hát hol van esély ellaptát megszerezni? Nézzük a következő mérkőzésünket a Damsgaard ellen. Igen, most már nagyjából a jobb játékosok játszanak. Jó. Oké. Legyen. Még azt valaki árulja, hogy a faszomban le csak 68-as a pacing. Hogyha a teljes faki van maxolva, akkor hogy csak 68-as? Illetve most már így a játékos sztájloknál a teljes kék fa megvan. Tikitak a technikáló, rapid, meg a jófajta passz, azon kívül ugye a first touch-os van a zöldből. Úgyhogy most már egy technikál, és jelentem nem technikált, ezek a játékos sztájlokban már ki is van fullozva az öreg paket. Illetve lassan a passz, illetve a defensing fa is ki lesz fullozva, miközben Müller is bemutat egy védést. Szabadrugás, Bagetta labda mögött, 17. perc. A pozíció az nem igazán jó lövésre. Úgyhogy alá kapunk, hát Kuzuki nem olyan jó fejelése. Azt viszont kapásból megküldjük. Fentőbe mehetünk, Kruz kapja a labdát. Egészen sok választási lehetőség van. Kuzuki is mutatja magát a szélen. Mutatja magát Bagett is. És passz meg, hát miért gondoltad, hogy ott kibújszak? Nem jó, mindegy, nem? Nem megyünk bele. Kruz kapja a labdát egy újabb kontránál, már a második fél időben vagyunk. Egyelőre gól nélkül döntetlen. Igazából a vendégeknek volt lehetőségük. Miért nem Bagettez az, amikor fölfele nyomom? Én kapom a lehetőséget, hogy támadjak. És olyan geci messzire passzolja labdát Kuzukitól a játék, hogy esélyem sincs elérni. Hát köszönöm szépen a lehetőséget. Jöhet újra a Darmstadt. Müller hozhatja föl. Hopp, egy labdaszerzés. És mehet is egy kontra Kruz. De már megint nem oda nyomtam, hogy passzalak terve. Jól volt a
Az onnan szélre azért nem, tehát Müllernek sem. Na, Müller talán már hozza azt a szintet, mint Downson. Hogy az előző kapusunk hogy lett ennyivel rosszabb, úgyhogy ráadásul jobb ratingű. Utolsó mérkőzés a hónapban is, és hát így a videóban is. Szóval akkor ugye mostantól nem fogunk kupameccseket látni ebben a évadban, amíg el nem igazolunk innen ugye, mivel hát nincs kupameccsünk már. Több kupa nincs ugye itt a németeknél, csak ez az egy. Úgyhogy nettől kezdve már csak a Liga, miből idén is lesz feljutás. Ezt már biztosra veszem. Ilyenkor miért hátrafelé megy a passz? Kuzuki, elszállja magát egy lövésre, Kralvéd. Ilyenkor ő mi alapján dönt rá, hogy hova passzol? Mert egyszer se sikerül neki oda, ahova azt úgy kéne. Ugye lapos passznál. Ahova jelölve van neki. Jaj, de szép játék, Robert ezzel mehet. És gól! Ott az újabb assziszt. Seguin. És Roberts. Kralvéd. Szépen leért az alsóra. Jött a Kaiserslautern. Ez kapja a labdát. Az első félidő utolsó momentumába. Egy lövés. Müller kapaszkodott bele. Második félidő első lehetőségek. A 73. percig kellett várni. Megint ész jöhet. Gomez próbálna visszazárni. Hát a csélő, és Müller ebbe is belekap. 79. perc, Schalke előtt a lehetőség, Cruz. Müller. És... Hehehehe, egy sporikám, ez egy sárga lap. Elrúgta onnan a labdát. Get, és ekkora. Tudja ezt védeni, viszont ettől függetlenül a Get gólpasszából megvan az egy gól, és így 1-0-ás győzelem, és megvan a 3 pont. Jó, hát akkor innen fogjuk folytatni. Kupa meccs már nincs, így már csak a Liga maradt, jelenleg a negyedikek vagyunk 9 ponttal. Előttünk van a Fürth. Nem túlságosan előttünk, de előttünk van a Fürth, ugye ma osztályozó helyen, viszont egy meccset többet játszva. És hát egyelőre a Darmstadt és a Hannover van a fixen feljutó helyen. Kieső pozícióba pedig a Sandhausen, a Pauli és a Paderborn. Hát ebből ugye a Paderbornnál döntetlen játszottunk, a Paulival azt döntetlen játszottunk. A Sandhausent a Ligába megvertük sima 3-0-ra, kupába pedig 5-3-ra picsázott minket. Mindegy, de hát még csak most kezdődött, 5-6 fordulók mentek le. Ugye azért messze van a vége, hány csapatos ez 17, tehát azért az a 34 forduló az még odébb van, mire vége van. Innen folytassuk, és ugye a cél az, hogy jövőre akkor az Inter Miami-ba játszunk. Sziasztok! Valaki azt mondta, nem áll jól a szemem színe. Valaki azt írta, nem is vagyok való ide. Valaki megszólta, miért ilyen a ruhám színe. Valaki mindig haragszik, majd valaki...